itt közjóról szó nincs. Ahol közjóról szó van, mint Kishantosnál, ahol semmi másról nincs szó, csak erről, hogy bemutassuk, tanítsuk újra a népet, segítsünk nekik egy ökológiai irányba menni, és mi a modellgazdaság 20 éve működő európai rangú modellközpont van, annak a földjét, miután nem számít amúgy meg a jelen, ahogy egy jegyzőkény megállapítja, így meg lehet szüntetni. Botrány. Botrány. Fazi fekete, mert hát ez mind szerves anyag benne, tehát a humusz. Ami összeköti. Meg kell nézni, hogy meg van kultivátorozva, hogy hol gyomos, hol nem gyomos, meg lehet nézni itt lent. És ennek ez a titka. A csapadék megőrzés, hogy mindig a nedvesség a talajban maradjon, a gyomfésű nélkülözhetetlen, és úgy van a kultivátorozás, és a gyönyörű napraforgó után. Hát Sándorné vagyok, ennek a Kishantosi Vidékfejlesztési Központnak az egyik vezetője. A szervezet, amelyik a működtetését végzi ennek a központnak, ez egy non-profit KFT, ami azt jelenti, hogy nem magánszemélyek zsebébe vándorol a jövedelem, hanem visszatérül mindig a közhasznú célok megvalósítására. Tulajdonképpen ez egy vidékfejlesztési központ, Kishantosi Vidékfejlesztési Központ a neve, aminek egy része a biogazdaság, a másik része ez a kis oktatóközpont, népfőiskolai központ. Lépésről lépésre jött létre 21 év munkájával ez, amit most itt bemutatunk, és ma már azt mondhatjuk, hogy ez egy nemzetközi hírű intézmény. A vidék stratégia. Tételesen azt mondja, hogy ilyen központokat kell létrehoznunk, tájanként ilyen tájközpontokat, ahol a bemutatás és a képzés együtt összekapcsolható, ahol meg lehet fogni, hogy működik a dolog, nem abba az iparos GMO-s irányba akar ugyanis Magyarország tájékozódni, amit körvonalazódni látszik. Jönnek különböző gazdálkodók, csoportok jönnek ide, és hát itt még nagyon sok mindenről szó van, a természetvédelemtől kezdve a kertészeten át a magán az ökológiai gazdálkodás módszerei, technikáin, amiket bemutatnak, meg lehet nézni, időként kirándulást szervezünk a környékre. Hát a lényeg az, hogy a természet és a mezőgazdaság az embernek az összhangját hogy lehet megteremteni, tehát erről szól a történet. Tavaly októberben nyilvános pályázaton meghirdették a gazdaságunk földjeit, bérleti szerződés, 20 éves bérleti szerződés volt a pályázatnak a fő célja. Ez a törvények szerint akár rendben is lehetett volna, hiszen mi is pályázhattunk. 10 részletben hirdették meg a pályázatot, 10 pályázatot nyújtottunk be, és egyetlen egy négyzetcentiméter földet sem tudtunk elnyerni. Ezzel gyakorlatilag 2013. november 1-től megszűnik ez a mintagazdaság, amely 21 éve biomódon művelt vegyszerek és műtrágyák nélkül művelt területeket. Majd kíváncsi leszek a jövőben, hogy azok az új gazdák meg tudják-e mutatni nekem akár, hogy így meg tudják ezt művelni, csinálni. Meg hát nagyon-nagyon sajnálnám, hogy ez a 452 hektár mondjuk egy év, még nem permetezhetik le, de egy év után, hogy mi történik vele. Október 25-én megszületett egy jegyzőkönyv, amit az NFA saját ellenőrző bizottsága készített, két megbízott képviselő végignézte a szerződéseket, sőt, ahogy leírja a jegyzőkönyv, Fejér megyében személyesen végigjárták, miután Fejér megyében volt a legtöbb botrányos ügy. Azok, akik pályáztak, azok
vegyszeres gazdálkodást folytató magánszemélyek, akik saját hasznukra fogják ezt a gazdaságot folytatni, nem egyben, hanem 8-10 részben, ami azt jelenti, hogy azonnal elveszítik a területek a bioszvisz minősítésüket, és hát nagyon kérdéses, hogy egyáltalán biomódon vagy milyen módon fogják tovább művelni, mert eredetileg mindegyik gazda kizárólag a konvencionális területtel foglalkozik. A gazdálkodási tervre adott szubjektív pontok nagy különbségével nyertek. Mondom még egyszer. A Fejér megyei nagy nyilvánosságot kapott ügyekkel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a nyertes pályázók minden vizsgált esetben a gazdálkodási tervre adott szubjektív pontok nagy különbségével nyertek. Sokan közülük vannak olyanok, akik hát meglepő módon lettek nyertesek. Vannak, akik 20-25 kilométerre laknak innen, vannak, akik nem is foglalkoznak gazdálkodással, vannak, akikhez szorosan köthető egy 3000 hektáros nagygazdaság, intenzív mezőgazdasággal foglalkozó nagygazdaság, vannak, akiknek a tevékenységi körében nincs mezőgazdaság sem, ez egy cég konkrétan. Tehát az a véleményem, hogy, és mindannyiunknak, akik ezt az ügyet képviseljük, az a véleményünk, hogy szakmailag, emberileg és mindenféle szempontból, gazdasági, társadalmi szempontból is egy barbár döntés született Kishantos ügyében. Ez egy állatorvosi ló, ezért mondom, hogy egy állatorvosi ló, amin tökéletesen be lehet mutatni azt, hogy hogy gázolnak át a tőke érdekek, hazai és nem hazai tőke érdekek, a helyi közösségeken, a családokon, mindazon, amit ez a nemzet értékként megpróbál megőrizni, hogyan gázolnak át azokon a közösségeken, amelyek a megmaradásunkat segítenék, és minden olyan intézményen átgázol, ami próbálja ezt a belső kohéziót a társadalomban erősíteni. Elfogadhatatlannak tartom azt, ami itt Kishantos kapcsán történt. Ebben nem lehet belenyugodni, ebben a magyar társadalom nem nyugodhat bele, mert olyan példa, amely ha tovább megy, vége ennek a vidéknek. Mint a fenntarthatósággal foglalkozó szakember, úgy gondolom, hogy 2013-ban Európában egy ilyen központot nem lehet megszüntetni. Arra kérünk mindenkit, aki ezt az üzenetet hallgatja, hogy álljon ki a fenntarthatóság ügye mellett, álljon ki Kishantos ügye mellett, mert hogyha ezt a központot ma Európában csak így le lehet törölni a föld színéről, akkor nincs esélyünk fennmaradni ezen a földön.